Viharok és áradások pusztítanak Európa több országában. Németországban egy vonat kisiklott, miután a rengeteg csapadék földcsuszamlást idézett elő. Számos településen rendkívüli állapotot hirdettek, egy tűzoltó pedig meghalt mentés közben. Svájcban is áradások és földcsuszamlások pusztítanak, Olaszországban pedig három embert keresnek, miután egy felduzzadt folyó elsodorta őket. Az elárasztott utakon próbálják biztonságba terelni a marhákat a bajorországi Babenhausenben. A városban sok helyen másfél méteres a víz, így számos utca már csak csónakban vagy még abban sem megközelíthető. A víz még mindig emelkedik, ezért evakuálni kell az embereket a főútról. A víz ráadásul helyenként túl mély ahhoz, hogy az autókat használjuk, sokszor pedig túl erős az áramlás, hogy evezni tudjunk, mondta egy önkéntes. A napok óta tartó heves esőzések Dél-Németország szerte villámáradásokhoz vezettek. Van olyan település, ahol egyetlen nap alatt egy egész hónapnyi csapadék zúdult le. Több járásban rendkívüli állapotot hirdettek. A bajor állami televízió arról számolt be, hogy Augsburg közelében átszakadt egy gát, ezért a megduzzadt folyó mentén fekvő falvakból sorra telepítik ki az embereket. Van, ahová csak helikopterrel lehet eljutni. Bajorország szerte akadozik a közúti és vasúti közlekedés, már a szomszédos Ausztria felé tartó nemzetközi járatok egy részét is törölték. A tartomány vezetője maga is ellátogatott az árvíz sújtotta területekre. Azt mondta, mindenki éjjel-nappal dolgozik, hogy megelőzzék a további károkat. A helyzet szörnyű, ez elviselhetetlen az itt élőknek. A kár óriási, de a pontos számokat csak a végén lehet megállapítani. Sajnos láttunk már ilyen helyzeteket, és ilyenkor mindenki kéz a kézben dolgozik, a rendőrség, a tűzoltók, a Vöröskereszt, mondta Markus Söder, bajor miniszterelnök. Baden-Württemberg tartományban is rendkívül súlyos az időjárási helyzet. A rengeteg csapadék miatt fellazult a talaj, és a földcsuszamlás miatt kisiklott egy személyvonat két kocsija 185 utassal a fedélzetén. Csak a szerencsém múlott, hogy az utasoknak nem esett baja. Később a vasúttársaság elmondta, hogy a jármű terelt útvonalon közlekedett, az eredeti ugyanis az áradások miatt szintén járhatatlanná vált. A német meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a következő napokra további viharokra és felhőszakadásokra is számítani kell. Svájc északi részén is ítéletidő tombol, a napok óta tartó özönvízszerű esőzés villámáradásokhoz és földcsuszamlásokhoz vezetett. A környékbeli folyók vízszintje rekordot döntött, 20-szorosa a júniusban szokásos havi átlagnak. Van olyan kanton, ahol egyetlen délután 150 segélyhívás érkezett a tűzoltókhoz. A katasztrófavédelem emberei nem győzik kiszivattyúzni a rengeteg vizet a pincékből. Sok ház földszintjét szintén elöntötte a víz, így a lakóknak a padláson vagy a felsőbb szinteken kellett meghúzniuk magukat. Olaszország egyes részein is özönvízszerű esőzések söpörtek végig. Több száz alkalommal riasztották a tűzoltókat a károk helyreállítására. Az ország északnyugati részén olyan súlyossá vált a helyzet, hogy a Natizone folyó vízhozama a másodpercenkénti 15 köbméterről pillanatok alatt csaknem 250 köbméterre emelkedett. A hullám három embert sodort magával, akiknek a felkutatására a kutatás indult.